A különböző felmérésekben, hírekben gyakran olvashatjuk, hogy a magyar átlagbérek finoman szólva sincsenek az Európai Unió élmezőnyében. Tulajdonképpen az ilyen felmérésekben azt szoktuk olvasni, hogy csak Romániát vagy Bulgáriát előzzük meg, de van ennél is egy szomorúbb tény. A KSH időről időre nyilvánosságra szokta hozni az úgynevezett átlagbéreket. Az egyik ilyen kutatásból, a legutóbbiból az derült ki, itt olvasom egyébként, hogy egy átlag magyar bruttó bére 435 ezer forint, amelyet, hogyha átszámítunk nettóba, és nem adjuk hozzá az esetleges kedvezményeket, például a gyermeket nevelők esetében a családi adó kedvezményt, akkor mondom, nettó 289 ezer forint. Na most mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Persze azt is tudjuk, hogy a hideg statisztika alapján lehetséges, hogy tényleg ennyi, de hogyha az átlag alatt azt értjük, ami annak hétköznapi válfaja, tehát hogy a magyar dolgozók döntő többsége mennyit visz haza egy hónapban, akkor ez egy közönséges hazugság. Persze a papír sok mindent elbír, rá lehet ilyeneket írni, mi azért egy laza mozdulattal azért fejezzük ki a, vagy kettővel, a véleményünket arról, hogy mit gondolunk erről, és térjünk rá a magyar valóságra, mert még egyszer mondom, az, hogy nem a mediánt számolják, ami közelebb állna a valósághoz, hanem ezt az átlagbért, ez nem más, mint az emberek cinikus provokálása. A Mi Hazánk szerint az elmúlt 30 évben kormányokon átívelő módon mindig volt egy réteg, de ez a réteg több millió főt számlál, amely folyamatosan be volt csapva, folyamatosan át volt verve, folyamatosan semmibe volt nézve, ez pedig nem más, mint a magyar dolgozó, ha úgy tetszik, igen, a magyar munkás. A Mi Hazánk szerint három fő problémakör van, amiben változtatni kell, azért, hogy a magyar dolgozótnak, a magyar munkásnak megbecsülést tudjunk kivívni, mert ugyanis ez a kérdés nem részletkérdés, hanem alap és az ország jelenét és jövőjét meghatározó kérdés. De mi ez a három dolog, amelyekről egyébként egyenként akár órákat lehetne beszélni, de most mi szorítkozzunk a lényegre. Az első, mint azt mondtuk, általánosan alacsonyak a bérek Magyarországon, nem csoda, hogy százezrek vándorolnak külföldre, ezt azonnal meg kell állítani, vissza kell fordítani, mert egy megkerülhetetlen nemzetstratégiai kérdésről van szó. A második pont. Számos visszásság tapasztalható a különféle munkahelyeken, nagyon sokszor pocsék körülmények között vannak a dolgozók, még élesebben fogalmazva a munkatörvénykönyve nagyon sok helyen nem más, mint egy közönséges papírronty. Illetve jelentős probléma még, és ez szintén az elmúlt 30 év problémája, hogy a különböző kormányok, legyen az akár Fidesz, akár baloldali kormány, mindig is a multik barátjaként mutatta magát, és így is cselekedett, de semmiféleképpen sem a magyar kis és közepes vállalkozók pártolója volt. És a harmadik pont, amely mint egy keretbe is foglalja az egész jelenséget, hogy ma Magyarországon nincs jelentős munkavállalói érdekképviselet, a szakszervezetiség romokban, és amíg ez így van, nem is várhatunk változást. A Mi Hazánk tehát ehhez a három problémakörhöz radikálisan nyúlna hozzá, gyökeresen változtatná meg a dolgokat, mert a magyar dolgozó többet érdemel, a magyar munkás megbecsülést érdemel, ezért most a mai nappal meghirdetünk egy általános akciósorozatot, amely rendkívül sokrétű lesz, hallani fognak róla, azért, hogy már most még, mint ellenzéki pártként minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy közös ügyünket elősegítsük. Nem tévedés, félreértés ne essék, mert tulajdonképpen a magyar dolgozók, tehát ők és mi egyek vagyunk, ugyanabból a közegből érkeztünk, ugyanazokkal a napi problémákkal küszködünk, nem egy néptől teljesen elrugaszkodott világban élünk, ezért ígérhetjük és mondhatjuk, hogy a Mi Hazánk sikerei, győzelmei, és mondhatjuk ezt a magyar dolgozóknak, innen üzenhetjük, a ti sikereitek és a ti győzelmeitek is lesznek, sőt, elsősorban a tieteké lesz.